12. alkalommal rendezik meg január első teljes hétvégéjén a Kelet-Magyarország Eisman Hungária Kupa teremlabdarúgó tornát. A rendezvény egy év szünet után kerül vissza megszokott otthonába, a korábbiakhoz képest mégis lesznek változások. Ezúttal oldalpalánk nélküli 60x20 méteres pályán játszanak majd az öt mezőnyjátékosból és kapusból álló csapatok. Az 5x2 méteres kapunak köszönhetően valószínűleg sok gólt láthatnak majd a nézők. A nevezők létszámából és a, 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 csapatok minőségéből már az derül ki előzetesen is, hogy egy fantasztikus tornát fogunk rendezni, hiszen három megyéből is, most már így Budapestről is érkezett egy csapat, így négy megyéből érkeznek csapatok a megyek különböző településeiről, itt lesznek a ház és pillerek a bajnokságból, és nagyon sok nagypályás csapat is nevezett, első nevezőnk a Barabás FC csapata volt, de itt lesz a Baktolorántháza, a Sényő, csapatai is kompletten, hiszen ők már régi visszatérők. Én bízom benne, hogy, hogy ez alatt a három nap alatt, akik kilátogatnak a Continental Arénába, azok nagyon jó fognak szórakozni. A torna névadójának reményei szerint a korábbi 11 alkalommal tapasztaltaknál is izgalmasabb meccseket játszanak majd a csapatok. Bízom benne, ugye a megváltozott újra kontinentál arénában való részvétel, sokkal jobb körülmények. Én azt mondom, hogy még színvonalasabbnak kell lenni a rendezvénynek. Ugye a 32 csapat az már majdnem adott, tehát a, a, színvonal az megfelelő lesz, a körülmények csodálatosak. Bízunk benne, hogy az ice is ugye részt veszünk mi is ezen a tornán, és mi is hozzá tudunk járulni a színvonal emelkedéséhez. Csak növekedés és csak a javulás, csak az az elfogadható. A torna összdíjazás 500 ezer forint, emellett a szervezők a legjobb játékost, a legjobb kapust és a gólkirályt is elismerésben részesítik. A mérkőzések január 6-án délután 2 órakor kezdődnek, a döntő két részvevője pedig várhatóan vasárnap este 8 óra körül lép majd pályára.